Hello YouTube népe! Visszatértünk ezzel a fasztantikus játékkal. Na várjunk. Azt találtam ki, hogy én innen elmegyek a fenébe vissza haza, mert én itt egyszerűen nem tudok mit csinálni, meg ez nincs hangulatom, hogy én itt a dzsungelba tevékenykedjek. Az mi? Ó! Azt hiszem az hal kell, hogy azt megszeldítsem, ugye? Tehát akkor azzal nem tudok mit csinálni most. Jó van, békén hagyom a macskát. Igen, és visszamegyek a régi területre. És ott, mik vannak nálam? Fa, izé, víz. Jó, ezeket hazavihetem. Visszamegyek. Vagy a vasat azt itt, minél visszaviszem, nem érdekel, nem számít. És a bányapókokat kipuzolom a bányából, amik ott voltak még a nem tudom hanyadik részben, azelőtt annó sokkal. És viszek vagy 6 kutyát legalább, és akkor telecseszek majd ott mindent fáklyával. Már azok kicseszett agresszívak azok a pókok, és nem lehet tőlük ott tevékenykedni. Tehát az halál. Ez a nagy haditerv. Ide meg majd visszajövök, mit tudom én mikor. Franz tudja. Ezt most pihentetem, ezt a dzsungel dolgot. Jó, meg is érkeztünk. Így. Na, hogy szállok ki? Control Alt. Jó, megvan. Zsír. Nagyon zsír. Azok miért vannak ott? Követnek engem? Szóval mit kerestek ott fönt? Jó. Hát jó, igen, ezek követnek engem. Kutyákat mivel lehet összeizélni? Párosztati búzával? Azt hiszem, azt kell nekik. Ja, meg szerintem a csirkéket föletetem. Az is kell mag. Nem tudom már mennyi volt, azt hiszem kevesen voltak. Szaporodjanak. Nem búza kell nekik. Akkor lehet, hogy csont. Jó, az a baj, olyan kimaradásokkal játszok, hogy már... Nem vágom, hogy... Nem ez kell neki. Akkor mi kellett nekik? Nem csont, nem búza. Mi kellett ezeknek, hogy felletessem őket? Ezzel akadta, biztos csak megütöm, azt nem akarom. Mag? Magat adjak a kutyának? Vagy steak kellett neki? Nem, azt nem hiszem. Milyen kaja van még? Répa? Akkor hús kell. Jó, nem tudom miért emlékeztem izére. Na ülj le magadnak. Jó, tehát akkor viszont izé. Egy adag tehén állományt levágok. Meg a farmot is le kéne itt aratni. A fenébe már. Jó, előbb akkor elintézem a állatokat. Legyen izé utánpótlás. Mennyi kutya mindenhol. Értem, az hogy került oda. De nem baj, mindenhol vannak őrszemek. Amúgy ha jönnek szörnyek, ezek fölállnak és megtámadják őket, vagy valami? Vagy ezek mindig itt fognak ülni, és semmit nem csinálnak. Na az jó lenne, ha támadnának, hogy valami hasonló. És akkor nem kell mindig parancsolgatni nekik, hogy támadjanak. Jó, van, szaporodnak a csirkék.
Talán neked is elintézik ez mi? És megsérültem. Három magas, jó, hát esélytelen, hogy kiszökjenek. Ennyi tehenet. És ez mind kettő tehénből. Hogy mennyiből csináltam. Rengeteg. Van még? Szerintem elfogytak. Ennyi lehetett. Én a többnek nem bírok adni. Jó, akkor most lenyiszálunk néhányat. Remélem kicsit azért nem nyírtam ki, mert azt nem kéne. Szerintem ez is jó nekik, nem csak a disznó. Remélem. Kicsit ott megütöttem. Mindegy, nem baj. 15. Az ott van az egy sertés. Az jó lesz, az 16. Most 8 kutyát tudok csinálni. Most meg lettek ritkítva. Na, szaladjunk, hogy kell futni. Ezt is mikor csinálom meg? Föld van itt, na mindegy. Jó az ide. Teljesen jó ez a vár. Na nézzük, hogy jó lesz ez nekik. Biztos szeretik ezt is. Ó, hogy ne szeretnék. Persze, hogy szeretik a marhahúst. Jó, a tojás azt elrakjuk, csont az nem kell, bőr sem kell. A búza sem fog kelleni. Mag, igen, akkor csak a hús kell nekem. Meg nem, a magot azt ide rakom el, most elintézem a farmot. Aztán lépek. Legyapom a pókokat. Na jó, van, meg vagyok, és igazából bajban vagyok, mert túl sok tusz van nálam, nem fér el. Szerintem itt azt csinálom, hogy nem tudom, mi van itt, miért van itt kő. Szétüthetem vajon? Már gondoltam, hogy most itt csinálok egy valami kis tárolószerűt. Meg is csinálom. Erre csinálok majd bejáratot. Még ide, mindegy, így jó lesz. Van nálam fákja, jó. Izé, mennyi fa van nálam? Van abból is bőven. Szén az nincs, jó, fákjákat majd gyártanom kell. Ide építek egy kis tárolót. Ilyen kis ládákkal, meg mit tudom én, és akkor az jó lesz. Ide be lehet pakolni a termést. Majd egyszer főhúcibálom minden ezeket, meg mit tudom én. Ez is kell egy ilyen. Mondjuk a maga az nem kell, ledobjuk. Ezt a barkács, ezt azt rakjuk. Hová rakjuk? Ide bentre. Rakjuk bentre valahova. Ide jó lesz. Csináljunk pár ládát. 1, 2, 3, 4-et. Így. Kész. És ide. És ide. Sőtom. Eltűntek a dolgok? Nem vettem föl mindent. Lehet, eltűntek, mindegy. Nem számít, akkor amennyit tudok, én innen fölviszek. Hát ilyen alapon lehet, nem is kellett volna akkor a... Hát nem kellett volna akkor a tároló. Ja. Viszont ha már csináltam ide egy ilyen cumót, akkor csinálok ide egy ostyákányt. És ezt itt megkapálom, ami itt közel van. Jó, meg vagyok, följöttem. Ja igen, és ezt még itt elfelejtettem elvetni, itt pont elfogyott a magom. Jósan egy párat ledobálunk.
Jó. Ez így jó is lesz. Alszok egyet. Na ez aztán védelem. Ennyi kutyát. Alszunk, lepakolom a magukat. Azt indulok. Na jó, össze-vissza behajgáljuk, jó az ide. Tojás nem kell. Föld, ennyi föld ez maradhat. Ezek sem kell. A csontot azt honnan vettem ki. De berakjuk ide, ez ilyen mobos cuccnak néz ki. Jó, jó, víz az... az... vigyük a vizet. Megszaladjuk végül is. Mindegy, nem fog zavarni. Ennek van, ez a mag se kell. Ide meg rakjunk be, mondjuk egy mit. Teljesen mindegy. Akkor azt mondom, hogy te velem jössz, te is. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kutya elég lesz. 7, 8, vigyünk ennyit. Itt is vannak kutyák még bőven, meg itt is állogál kint 1, 2. Az mi az a bukszódás? Értem. Na nézzük a mapot. Mondom, már M-et akartam nyomni. Csak az a baj, hogy... már nem, egy fát is le lehetne vágni. Megnőttek, mi ez zombi hús? Gondolom elégett. Csak az a baj, hogy nem vagyok benne biztos, hogy... nem tudom, hogy merre kell menni pontosan. Azt ott ki kéne nyírni. Nyíl az nincs nálam, ugye bár. Jó, majd arra is rá kell állnom, hogy csinálok nyilakat és legyen nálam nyílvessző. Az egy jó dolog. Tudjuk már távol harcolni is. Kutyák. Jaj, jaj! Jó van, szétszedik a kutyák. Volt ennél valami? Nem elik meg. Jó, csak bogyókat vettem föl tőle. Úgy néz ki. Spek jó. Sereg kutya. Hát én mindig ennyi kutyával fog szerintem császkálni. Itt voltam amúgy. Ja, jártam, ott kiírtam, hogy valamit kiírtam oda. Ja, szenet nem. Ezértem, fákját nem csináltam. Mindegy, nem baj, majd úgyis találkozom ott szenet, meg biztos a ládába is pakoltam egy csomót. Remélem erre voltam úgy. Fölfedezzük újra a játékot. Nekem mindig új lesz, pedig már bejártam itt mindent. Azt fussunk egy fél évig, tehát lovat is szereznék én. Az hol spannol a ló amúgy? Nem szeretem ezt a ló dolgot, meg nyúl, meg mit tudom én már mik vannak a játékban, de ha már van, akkor használjuk ki. Akkor már kell nekem is a ló. Arra nem arra volt, tuti, hogy nem arra? Nem, arra lehetett szerintem. Itt talán átástam magam, és ott volt egy járat, és ott lehetett a bányat. Spannolnak össze-vissza kutyák. Nem. Nem itt volt. Arrébb meg nem lehetett, akkor arra lehet csak is. Másszak fel egyre, azt nézek szét, de az a baj, akkor meg ki kéne ezeket a szarokat ütnem, azt akkor belekerül a inventorybe, azt csak foglalják a helyet. Kussunk. Csak erre lehetett.
akik itt vannak, ilyen fák, azokra meg nem emlékszem, hogy láttam volna. Itt bajban leszünk. Jaj, mindig akad. Ezt lehet, hogy új részeken csinálja, ahol még nem jártam, azt most tölti be a mapot, lehet. Jó, innen visszafele megyek. Akkor megyek mégis. Ott kell lennie valahol. Én már nagyon ne vágom, hogy hogy van ez. De erre volt szerintem, hogy nem. Mindegy, ha nem talál meg, max visszanézem a videót, ezt az egy ilyen szerencsétlenkedős rész lesz. Jó az. Kell néha szerencsétlenkedni is. Vagy azt néztem, ott az volt ott. Nem, ott voltam, ott néztem azt a részt. Igen, ott nincs átjárom, hogy kiépítettem oda, emlékszem. Én kunyhót és úgy kell bemenni azon a átjárón, vagy mint. Talán erre. Valami járat. Ez már jó jel. Ja, igen, itt javítgattam a izét, hajós utat. Jó, mindegy, akkor mögé megyünk, megkerüljük. Az is jó. Csak nem tudom, hogy hol van az a rész a bejárata, tehát amit először megtaláltam. Lyuk. Ja, arra kéne körbe menni még. Ez nagyon gázos. Eltévedek ott, ahol már jártam. Ez baromi jó. Az nem lehet, szerintem akkor arra kell még mennem. De mapról nem kellett kimennem. Ennyire nem volt messze. Hogy igen. Beakadt a befögéstől. Hát ezt nem hiszem el, hogy ilyen messze volt. Mindegy, ha jöhettem volna hajóval is. Ha tudom, hogy így van, mindegy, már elfelejtettem rég. Jaj. Beakadt az eséstől. Nem viszi el a Minecraftot a gépem. Haldoklik tőle. A föld is bűn rossz. Ki kell rendesen földre, ne ilyen izé legyen. Van itt szén. Szén, ezt kiveszik, ebből csinálunk izét. Én nem látok szenet. Ezt itt hagyjuk. Nem kell. Na, tudom, már előre ment. Keresünk akkor szenet. Meg pókokat. Bugos pók. Semmi, ott jártam, ott is semmi. A bugos pók az azt hiszem pont itt volt. Dead end. Amúgy jó ez a táblázós dolog. Telecseszek minden táblával és... Itt azt hiszem, hogy rendesen, ne akadj.
Mindjárt este, szerintem az estét megvárom, és alszok egyet, hogy nappal menjek be, hogy ne este legyen be játék közben. Addig bányászkodok itt egy kicsit. Már van is szenem. Csinálok fákja utánpótlást. Még ez kevés. Valahogy így. Ennyi szén van itt. Nem, a földet nem akarom kiütni. Ide. Viszont ezt be kéne itt zárni, mert ez most ezt itt hagyom, ezt a lyukat, ez... Nem tudom, engem ez nagyon zavarnak az ilyen dolgok. Mindegy, itt marad. Jó, az ide. De akartam még ezt csinálni, így. Zsír. Vas, arany, minden van itt. Láva hangot hallok, és az veszélyes. Nem szimpatikus. Akkor megnagyítom, így már be lehet látni. Nem ér meglepetés. Minek jössz be? Jó, ki tudom tömni a lyukakat, teljesen jó. Be ne ugráljatok ide nekem. Zombit hallottam. Szerintem most más te van amúgy. Tuti. Remélem, hogy ezek tényleg megvédenek. Tehát ha jön valami, az pókot is alig akarták ölni. Nem tudom, láttátok-e, hogy figyeltétek-e, de kétszerre kellett megütnöm, hogy... Az egy kutya? Kutya. Jó, megnyugodtam. Tehát kétszer kellett megütnöm, hogy reagáljanak rá valamit. Menj már innen. Ne ülj le. Mondom, ne gyere be ide. Úgy, úgy. Zsír. Most alszok egy... Semmi. Jó. És itt alszok egyet. És megyek legyapni a bányapókokat. Jaj! Creeper! Nem! Kutyáimat kurvára nem kéne kinyírnod. Ülj le, te is ülj le. Hányan vagytok még akik? Úgy, maradjatok így egy kupacban, én kinyírom a szemétládát. Aztán behatolunk a létesítménybe. Gyere te buzi. Hú, de utálom a creeperöket. Csinálnom kéne valami upgrade-elt páncélt, vagy én nem tudom. Meg kell majd néznem, hogy otthon hány gyémánt van. Mert már annyi szinten van, vagy XP-n, vagy mi ez. Vagy simán izé. Simán micsoda. Simán csinálnak valami ultimate szuperpáncélt. Egyet neked. És egyet neked. És mi van? Ja, csak leültek, az volt a baj. Tök jó, hogy valamelyik kutya már kapott, aztán... Hú!
A jó édes kurva anyukádat. Az basszájba, keresztbe. Két kutyát kinyírt, hát pont kettőt csináltam. Ez honnan a rákból jött? Mász ki innen. Jó, te... Mondom, te ülj le. Másik kis kutya az... Megpusztult. Megpusztult. Akkor te is ülj le. Kettőt, minden hármat itt hagyunk, ők jól lesznek izéni. Tenyészteni, hogy legyen egy kis védelem. Ilyet bazd meg. Van egy érzés, ami ebből a pókos dologból is szarul fog kijönni. Már most szarul kezdődik minden. Csak az a baj, nem bírok a kutyáknak parancsolni, hogy menjetek oda. Maga azt hiszem, ezek a buzipókok átjönnek a falon, vagy mi volt. A kenyeret ide rakjuk, a földet ide rakjuk, hogyha kell, akkor tudjuk magam alá építeni gyorsan. Gyertek. Hú, bazd meg. Azt a két fát én kiütöm ott, hogy fát, nem, na. Ezt a két tartó cuccot. Ezt kiütöm. Hogy kéne ezt csinálnom? Ágy az nem fog kelleni egyelőre. De a kutyák nem csinálnak semmit! Bajok lesznek. Az a baj ezek. Öljétek már! Hú. Jó, majd mindjárt mennyi idő, amíg elmúlik a méreg. Jó, van, mindjárt felregenerálódok, de... Pókok ezek... Szerintem kurva gyorsan spannolnak vissza. Én fosok bemenni. Na, öljétek! És menjetek csak be. Jó. Ó, kutyákat nem akartam megütni. Ezer bocs, remélem, nem, ez mennyit sebez ez a vacak? A hadsebzést tudok, az három szív. Lehet, hogy már így elvileg nem fog spannolni. Tehát ha mellé rakok meg, mindjárt köré is építem az egészet. Ott fal van? Remélem, hogy fal van. Remélem, hogy jól látom. Minden igaz, kinyírtam a spannert. Így elméletileg. Már csak kipucolom a pókokat. És akkor minden jó lesz. Viszont én eszek egy kenyeret. Ú!
Kinyírta? Jó, ja, mert megütött. Megütött a pók, ezért visszaütött. Jó, jók vagyunk. Megvan, amíg meggyógyulok. Az ott kettő pók? Lehet kettő pók. Menjetek. Aj, jó, szívbaj kerülget. Utálom ezt a helyet. Az, hogy a méreg nem tud kinyírni. Még az a szerencsém. Csak fél szívig lesebeztet egy életre. Nem, nem várunk, amíg meggyógyulok. Így nem megyünk előre. Ez kurvára veszélyes. Két kutyát majd itt fogok hagyni őrnek. Nem tudom, belekötnek-e a pókok, vagy... bármi, de én biztosra megyek, tehát hogy legyen mégis itt valami őrszemszerű. Én biztonságosabb, de jobban érzem magam, hogy van itt valami. Ezt én itt meg teljesen kipucolom, mert ez a faj, de teljesen felesleges. Nagyon zsír. Hát ez király. Kivilágítottam. Minden fasza. Na menjünk, ugye? Ez meg... ja, értem. Jó, semmi. Te ide ülj le. Amúgy a kutyáknak van regeneráló képességük, ezek meggyógyulnak. Most tudom, hogy nekik is van életerők, meg lehet valahogy gyógyítani őket, adok nekik kaját, de ha nem adok, akkor nem gyógyulnak meg. Ez is egy jó kérdés. Látjátok, én ennyire hülye vagyok, hogy ne menj bele a lábába! Bazd meg! Farkas megpróbált a lávában úszni. Hát gratulálok. Az ott egy fa, jó. Tök jó, hogy ott is van egy járat. Jó, nem bányászok, mert ezek csak megöletik magukat. Inkább alszok egyet, mert este van. Jó, alszunk, nem akartam beírni, hogy védi. Szok egyet, jó, megvan, jaj. Vannak creeperök? Pók, spavner. Tiszta. Jó. Viszont... ide rakok ilyet. Meg... ne spannoljanak majd nekem buzi creeperök. Kutyákkal mi van? Kettőt ültettem csak le. Megint pókot hallok, de szerintem ez már...
Szerintem már nem bányapók, remélem. Én innen eltűnök. Kutyák jönnek, akkor jönnek, ha nem, akkor nem. Van még otthon kutya. Nagyságot elrakom, nem érdekel. Rohadj meg, azért is kiütöm, nem oda akartam rakni, hanem így. Lehessen már pattogni. Fölugrálni, mert ez így bűnszar. Mennyi szén van nálam? Van. Rendesen elég. Így. Jó. És jó. Akkor van fákjánk. Mert egyszer normálisan kivilágítok mindent itt, hogy ne ilyen állapotok uralkodjanak. Nem bírok nekik adni. Tessék, edd meg. Mindegy. Hát jó van. Lényegében ennyi lett volna a rész, amit akartam. A kutyák itt maradnak, én nem tudom, nem érdekel. Igazából van otthon bőven elég kutya. Max mögé spawnolnak, az jönnek. Ő dolguk. Ja, itt volt az a kis bugospók veszély. Hát nem igazán most már. Semmi, azok maradhatnak. Ezt a táblát meg lerakom valami ládába, vagy én nem tudom. Jó, nem érdekel a zombi. Letoljom ezt. Hazamegyek, még szerintem felletetem az állatokat. Nem akartam kirakni. Na jó, van, már jönnek a kutyák. Ezt akartam így lerakni. Jó, meg a szarságokat bepakolom ide. Arany, ez is maradhat itt. Vas, nem kell kő, puska. Ezt a sok fonalat elviszem. Ezt viszont nem hagyom itt. Így, igen. Ásó. Ezt lerakhatjuk ide. Kraftolok egy csákányt. Így. Jó, megindulok visszafele. Aztán még learatom egyszer a dolgokat, feltettem az állatokat. Ilyen hús a kutyáknak. Tenyészteni, meg ilyenek. Térkép, ja jó, megnyugodtam. Az ágyat is rakjuk, így legyen az ágy. És akkor tudom, hogy... Látom, hogy megvan az ágy. Arany, mindegy, nem érdekel. Most komolyan körbe kell mennem. Ez itt nagyon gyász, hogy végig kell szaladnom a félmapot. Na jó, nem baj. Mármint baj, csak... Inkább föl... izélem magamra. Csinálok valami járatot. Visszajövök ide. Vagy mintha már csináltam volna, vagy nem? Nekem úgy rémlik. Mindegy. Csinálunk még egyet akkor. Ha lesz vagy 8 millió ilyen kis járat fölfele, akkor valamelyiket csak észre fogom venni. Álljunk csak, ide jövök. És így csinálok egy olyat, hogy... Azt nem akartam kiütni. Milyen szín volt ez? Ez ilyen kifakult. Talán ez. Nem ez volt. De nem is jó helyre raktam. Na, arra gondoltam, hogy építek valami nagy totemet, vagy valami mit tudom én micsodát, és akkor látni fogom, itt van egy főjáró.
mit tudom én. Olyan gyönyörű lesz ez. Ne kérdezzetek, hogy mi ez, valami jelölő oszlop. Semmi funkciója nem lesz ennek. Aztán kurva gyönyörű lesz. Ezt csak észre fogom venni. Meg oda is raktam? Arra az oldalra nem mi? Nem. Persze, hogy nem. Miért is raktam volna? Jó. Itt van ez a nyomi oszlop, és itt van ez itt. Ezt meg, ezzel meg azt csinálom, hogy így. Kész. Csak észreveszem, onnan pont szemből kijövök. Azt látni fogom, itt áll valami érdekes formájú valami. Akkor csak erre fogok jönni. Megnézem mi ez, hogy tudni fogom, már eszembe jut. Hol van a csákányom? Ja, hülye kocka helyére raktam. Közlekedés nagyon meg kéne oldani. Nagyon zsír. Tudja, hogy építettem már ilyet, én szinte biztos vagyok benne. Kész, gyönyörű lett. Nagyon szép. Kell egy térkép. Most akkor följöttem a hegyre. Mondjuk itt a hegyen itt talán, nem tudom, könnyebben közlekedni. Volt ennek egyáltalán értelme, hogy én ezt fölépítettem ide. Hogy egyszer valamikor talán csinálok egy nagy járatot a hegyen. Na ott van is egy ilyen cucc. Viszont itt is le kéne ásnom úgy normálisan, hogy ne lehessen lépcsőzni. Ha már ott van egy ilyen lépcsős szerkezet. H betűk fogják jelölni az ilyen dolgokat. Teljesen jó. Mindjárt sötét lesz, haza kéne írni. Izéig. Beesteledes, esteledéséig. Nem tudok beszélni. Mindegy, amíg besötétedik. Akartam, rohadtul nem oda akartam. Jó. Aludjunk gyorsan. Akkor együnk kenyeret. Na és most aludjunk. Este nem akarok elindulni. Rohadtul nem. Megesznek. Farkas megpróbált a lábában úszni. Van még kockám. Mindegy, ez nem tudom. Meg ez ilyen fakó volt, ilyen, ez talán az. Nem. Csak kicsit hasonlít rá, azt annyi. Hármat építettem. Mindegy, jó lesz ez így. Így, meg még egyet a tetejére. A sárga az jó is lesz. És
ide rakunk tüzet. Este világítani fog. Ott is. Ez így jó. Oda is rakok ilyen H betűt. Ez tök jó lesz. Ez azért úgy észre lehet venni, hogy nézelőd, és akkor így tudom valami H, és akkor ha lát, jobban megnézed, látszik, hogy valami lépcsőzetes dolog van. Meg úgy van, később megcsinálom, hogy tényleg lépcső legyen ott, és akkor nem pattogni kell. Nem fárad attól a karakter. Nem csak így föl lépcsőzünk. Shift. Shift kell nekem. Nézzük, hogy ez így milyen. Jó, perfekt. Csak már nincs több alapanyagom ott megcsinálni fönt. Jó, van, ütünk ki egy párat. Ez a blokk jelölni teljesen jó. Na, elég lesz, volt nem 11 fekete is. Ilyen sötét színű. Tehát így jövök. Ez jó oldalra. Ez nem az igazi. Megcsinálom én ezt rendesen mindjárt. Ezt a fát meg itt kiütöm a rákba. Ez csak takar. Azt hittem, hogy a pókbalhé tovább fog tartani. Na mindegy, attól független az lesz a címe, hogy a... Mit tudom én, micsoda, majd még kitalálom. Pókokkal kapcsolatos címe lesz. Legyen ilyen. És... Nem, ez a világos legyen. Jó, ez így azért föltűnik. Itt viszont ide is rakok. Jó, nagyon jó az. Nem, azt a fát mindenképpen el kell tüntetnem, ez így be fog takarni. Jó, innen látszik az itt másik. Jó, ez teljesen jó. Totálisan baráti. Tehát így jövök, ide csináltam ilyen járatot, és talán az. Nem, azt hittem. Nézzünk egy mapot. Ide nem csináltam, úgy néz ki. Oda csinált neki, talán egyszerű. De annyira nem... Nem vészes a helyzet. Nem kell annyit kapálni. Kell egy ilyen. Viszont ez így nagyon egybe lesz. Kicsit itt pucolom. Ki kell pucolni ezt itt. Jó. H betű az látszódjon. Majdnem megütöttem a kutyát. Jó, hogy megáll a karakter ilyenkor. Megállt az ásásba, úgy magától. Föntre is. De nem raktam, azt hiszem. Nem. Viszont itt nem nagyon látszódik. Jövök ide, és... Így, így. Na és ide. Így elég nagy lesz. Még hát a fáktól lehet nem fog kilátszódni. Mindjárt orvosolom. Egyszer, kétszer.
És lényegében nem, azt is küldtem. Itt egy sávba kiütöm, hogy rá lehessen ilyen sréhen nézni a vizékre. Tök kaki fák van itt, na itt halálosan száraz az egész, és én még ezt a néhány fát is kivágom itt. Nem baj, jó az ide. Teljesen jó. Ja, meg az a baj, hogy a fákhoz a szörnyek is el tudnak bújni. Esténként, szóval ezt valamennyire mindenképpen ki kell írtanom. Jönni akarok, azt itt bujkálnak a zombik, akkor az bajos. De főtakolok fából. És ezt legalább nem kell visszavetni, ez úgyse érdekel engem itt. Ez nem olyan dolog. Nem kell itt szépnek lenni a tájnak. Ez úgyis bőrronda, szóval ennek mindegy. Sír? Ezek már nincsenek útban. Még ez itt van, nem, itt benne nincs fa. Ezt innen kivágom. Még ezt is. Ez jó nagy izétombam úgy. Mi ez a fehér blokk? Mindegy, nem érdekel. Nem nézzük meg, már csak haza kéne menni. Túl hosszú lesz ez a videó is. Na, ezt az egyet még kivágom. Mennyi fát szedtünk össze eddig? 64-et bőven. 80-at legalább. Ez teljesen jó. Ezek életnek tökéletesen el lehet majd látni. Ez itt teljesen jó. Ide is rakok egy-egy fákját, lehessen látni, hogy itt van a cuccos. Így kész. Odaraktam fákját. Á, rakjunk oda is. Nagyobb lesz a fénye legalább, így kész. Szennünk az nincs is, el is fogyott. Csomó fákját elhasználtunk, na nézzük a mapot. Így jövök, csak az a bestin észre fogom venni a jó messziről. Ez a H betű még elég magasan van, de amikor a látótere még már nem is ér el, na mindegy. Nem baj. Visszafele mindenképpen ezen az úton fogok jönni, mert visszafele látni fogom. Csak lehet, hogy odafele fogok kóvályogni. De ez nem olyan vészes. Ó, itt egy pók. Szervusz. Gyertek kutyák, ezt csináljuk ki. Jaj, a kutyát nem akartam megütni. Nagyon zsír. Itthon is vagyunk igazából. Szerintem én most megnézem a farmot. Ez hogy el, mennyire nőtt meg. Még bőven nincs kész, mert meg kéne kapálni, mert megint szétcsesződött egy csomó minden. Hol vannak a kutyák? Ülj le ide. Másik meg. Itt van, te is ülj le. Vagy nem, te kövessél egy. Nem is kövessen a másik, és két kutya mindig legyen mellettem, az kész. Ha nem hajózok el, akkor ezek legyenek mellettem. Azt mondja, ezt berakjuk ide, ezt is. Ezek a blokkok, én nem tudom, mit csináljak, tehát ez... Itt vannak fönn ládáim, nem tudom, ezekbe... Ilyen hulladékos láda, ilyen mindenes. Jó, ezek a terrás izék. Nagyon kír, áj, zsír. Valami itt egy ilyen volt. Csak egyiket kinevezem majd ilyen fás tárolónak, hogy én nem tudom. Alszok egyet, a teheneket fölletetem. Hogy legyen hús. Én rengeteg kutyát akarok, tehát minden
Tehát rengeteg helyre akarok én kutyát. Hogyha úgy van, akkor legyen védelem, hogy bárhol tudjak magammal társakat vinni, hozni. Jaj. Ezért is hagytam ott pár kutyát, hogy majd oda viszek húst, és akkor ott eltenyészgetem őket, és akkor nem minden kell hoznom a kutyákat, hanem már abból vannak ott. Szerintem itt tök jó, egy kicsit barátságosabb a környezet, hogy vannak itt ilyen élőlények, amik nem akarnak kicsinálni. Jó, hogy még magot hoznom kellett volna a csirkéknek. Mindegy, vagy lehet azt még megcsinálom, vagy videón kívül, nem tudom. Kell a sok húsi. Tök jó, nem kell őket etetni, csak ha több tehenet akarok, tehát nem is kell velük foglalkozni, ezek itt tök jól el vannak. Egyszer föletetem őket. De sok kis boci, aztán meg le lehet tojni az egészet. Ez mennyi kis, ez rengeteg kis boci. Iszonyat sok. Miért nem hoztam magot? Mi ez? Ja, kutyák, jó, semmi. Mondom, még szaladgálnak ott, láttam a kutyák. Jó, még gyorsan hozok magot, és ezt a pár csirkét is feletetem. Meg szerintem csinálok oda egy ládát. Csinálok egy ládát, és rakok bele valamennyi kaját, és akkor nem kell rohangálni, ha ez van. Etetni kell. Az direkt olyan láda lesz, hogy ilyen etetős láda. Vagy egy ennyit. Ezt ki is vesszük. Jó, szerintem ennyi bőségesen elég lesz, meg kraftolok pár kenyeret. Meg kenyér, az kell, kell a kenyér utánpótlás. Zsír. Jó, gyorsan összedobok egy ládát. Mindegy, mit gondolkozok ezen. Teljesen mindegy, hová rakom. Nem áll! Mi a fasz? Magasabbra kell raknom a izét, vagy mi? Lét, főmásznak a létrán ott. Állatok. Ha ennyire aktívak vagytok, akkor... Én segítek rajtatok. Ti nem akarjátok őket megölni, csak nekem szabad, nem tudom mit pattogtok. Na kaptok húst. Húst patt. De jó, hogy minut, ne jó, mindegy. Akkor kutyaetetéssel mindig várni fog egy csomó időt, mert nagy kár érte, hogy ez így mínuszban vagy ez a sok izé. Sok hús. Üresbe odaadom nekik, nem is lett bele semmi. Mindegy, majd a tojásokat is bepakolom a izébe. Ládába. Van még csirke, amelyik nem evett? Ő sem evett, jó. De várjunk, most több csirke van? Ja jó, igen, jó, semmi. Azt hittem, hogy az előző kis csibék eltűntek, de pont ugyanannyi nagy van, mint izé, kicsi, szóval... Ja, mindegy. Kiderakom mag, nem kell egy csákányt, azt így... Egy föld, nem tudom. Ez mi ez? Terméktelen föld. Tök jó.
Messze terméktelen föld, nem kell. Így. Jó. Mindent megvan. Jó, nagyon zsír. Most már, most csak visszamegyek a izébe. Föntre a házba, föntre. Hát be a házba, és ott befejezem, mindig úgy zárom le a videót. Szóval ez most sem lesz kivétel. Együnk kenyeret, gyertek kutymorgók. Menjünk. Meg ezt a lávás ajtót is mikor fogom megcsinálni? Na jó van. Eljövök. Nyomnom kell egy olyat, hogy F5. És integessünk egy darab kenyérrel, zsíros kenyér. Na jó van. Szevasztok.